Két európai uniós projekt is befejeződik városunkban. A múltunkban a jövőnk Hajdú hagyományaink nyomában és a megújuló könyvtár a Gyógyvíz városában című programok záró ünnepségét a héten tartották a Bocskai rendezvényközpontban. A két projektre összesen több mint 72 millió forint állt rendelkezésre. Gyerekek kézműves munkáiból nyílt ez a kiállítás az elmúlt ősszel a Bocskai rendezvényközpontban. A program része volt a múltunkban a Jövőnk Hajdú hagyományaink nyomában című uniós projektnek, amelyben közel 100 gyerek vett részt. A diákok különböző szakkörökre járhattak a több mint 27 millió forintból megvalósuló programnak köszönhetően. Elsősorban tehetséggondozást, kompetencia, készségfejlesztés volt ennek a projektnek a célja, és a helyi hagyományok ápolása, a helyi értékek felkutatása, olyan sajátosságok, olyan kézműves technikáknak az elsajátítása, amelyekkel a későbbiek során a gyermekek, ha most megismerkedtek, a későbbi életük során is használhatják és használhatóvá váló ismereteket igyekeztünk elsajátítatni ebben a projektben, úgy, mint a szövést, a fonást, a kosárfonást, a zenéhez értő, a zenét szerető gyerekeknek a citera hangszer való megismertetése, vagy a népi hangszerek, de volt olyan területe is, amely egy picit már a jövőbe mutat, úgymond, a rádiós és a média világa, az online újságírás és a rádiós foglalkozások. Nagyon örültek a pedagógusok, a szülők, és bízom benne, hogy azok a gyerekek is nagyon jól érezték magukat, akik ezekbe a kis közösségekbe, tehetséggondozó szakkörökbe jártak. Minden foglalkozás nagyon vidám volt, és azt gondolom, hogy azok az produktumok, amelyek születtek, mind a tűzzománc, a kosárfonásba, a rádióriportok, ezek mind-mind olyan kis gyöngyszemei az intézmény életében, az intézmény életének olyan gyöngyszemei, amelyre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. A projekt 2012. december 1-én indult, és idén július 31-én ér véget. Az ünnepélyes záró eseményen fellépett a Kovács Máté Városi Művelődési Központ Citera együttese, amely szintén ennek a pályázatnak köszönhetően alakult. A projekt zárón Sóvágó László polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy a tehetséggondozás már általános iskolában is nagyon fontos. Nem baj az, ha már ebben a korban is megmutatkozik, hogy kik azok, akik többet tudnak az átlagnál, és hát a tanárok talán úgy kalauzolják őket, hogy olyan területen bontakoztassák ki tudásukat, amely területen ők nagyon tudnak alkotni. És ez az élet különböző területe lehet. Én nem ragadnék le se természettudományoknál, vagy művészeteknél. Mindenki megtalálhatja azt, hogy miben tud többet nyújtani, és valószínű mindenki többet is tud valamivel nyújtani az átlagosnál. És akik igazán szerencsések, vagy sokat tanultak és sokat küzdöttek, azok meg még azt is megmutathatják egy ilyen pályázat keretében akár, hogy nem csak többet tudnak, hanem sokkal többet tudnak, és sokkal tehetségesebbek. Nekünk pedig hát az a dolgunk, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket, akár ilyen pályázatok keretében is. Másrészt az a dolgunk, hogy biztassuk ezeket a gyerekeket, hogy ismerjük el tudásukat, hogy lássák, hogy már az általános iskolában is olyasmiről is szól a történet, hogy aki többet teljesít, annak több elismerésben van része, és érezni kell a gyerekeknek is, hogy nem hiába tanulnak, hogy a tanulásnak meg lesz, meg megvan az eredménye. Egy másik projekt, a megújuló könyvtár a Gyógyvíz városában című is a végéhez érkezett. A könyvtár fejlesztése csaknem 45 millió forintból valósult meg. 18 hónapunk volt arra, hogy a könyvtárat előkészítsük ahhoz,
hogy a város információs központja legyen. A tartalmi előkészítés megtörtént, igazából majd a lakosság akkor érzékeli, amikor a felújításhoz, befejezéséhez közelgő intézmény átadásra kerül, ott a könyvtár belakja a számára rendelkezésre álló területet, és akkor már a mai kor követelménynek megfelelő technikai háttérrel és felkészült, a projekt keretében is felkészült könyvtárosok várják az olvasókat. Négy nagy eleme volt ennek a fejlesztésnek, az egyik magára a könyvtár technikai megújulására vonatkozott, ez része az akadálymentesítés, ez azt jelentette, hogy gyengéllátók is tudják most már használni a könyvtár dokumentumait. Az egész könyvtári állomány digitalizálódott, tehát el kell felejteni ezt a papíros alapú katalógus rendszert, online hozzáférése van, és bekerült a könyvtár a nemzet vérkeringésébe tulajdonképpen azzal, hogy összekapcsolódott a Magyar Nemzeti Digitális Archívummal, a Mandaponttal. A második a különböző programok megvalósítása, ahol több mint 1500-an vettek részt, író-olvasó találkozótól kezdve, két tábor, könyvtári is órák, vetélkedők, versenyek. A projekt keretében a könyvtári dolgozók is képzésen vehettek részt. A programban 11 szervezettel, általános és középiskolákkal, civil szervezetekkel is együttműködött a könyvtár. Az együttműködés abban állt, hogy az egyes tevékenységekhez az együttműködő partnerek biztosították a résztvevőket. Tehát ők aktivizálták, ők ismertették ennek a programnak a célját, és a megvalósításban is közreműködtek. Ha kettőt ki lehetne emelni, a gyengéllátóknak számítógépes tanfolyam, vagy az éltes iskolával, én úgy feltételezem, hogy nagyban erősödött a kapcsolat, táborok megvalósítása, személyiségfejlesztő tréning megvalósítása, tehát azok a programok, amelyek könyvhöz kötöttek ugyan, és talán éppen emiatt az egész személyiséget fejlesztik. A program június 30-án véget ér, a pozitív hatása azonban a szakemberek szerint ezután is érezhető lesz, jelentős látogatószám növekedésre számítanak majd a megújult könyvtárban.